tavaly a negyedik korcsoportban, az idén pedig a 15-16-17 évesek mezőnyében nyerte el a diákolimpiai bajnoki címet, Kovács Talma. A március végén rendezett fővárosi versenyen közel 800-an indultak, ami a sportág népszerűségét is jól mutatja. Jellemzően a fiúk sportja a fekvenyomás, ugyanakkor egyre több lányt is vonz ez a fajta mozgásforma. Kovács Talma 3 évvel ezelőtt ismerkedett meg a sportággal, édesapja Kovács Zoltán példáját követve. A fiatal diáklány elmondta, korábban is sportolt, több évig atletizált és egy rövid ideig röplabdázott is, de a fekvenyomásban találta meg igazán a saját sportágát. Szeretek edzni, igazából mi mindenre is edzünk, tehát nem csak azt, hogy most csak fekvenyomunk, hát szeretek izmos lenni, meg erős. Nem tudom, megszerettem nagyon ezt a sportot igazából. Hát nyilván nehezebb, mint amilyennek tűnik, technikás is eléggé. De nem tudom, hát valahogy nagyon megszerettem, meg főleg, hogy apukám is ilyet csinált, és ezt láttam már kiskoromunkat. Hosszú távon tervez a fiatal lány fekvenyomásban, később felnőttként sem szeretne elszakadni a sportágtól. Edző édesapjával azt a célt tűzték ki számára, hogy minden évben 10 kilóval erősödjön, és érjen el ennek megfelelően egyre jobb eredményeket. Kovács Talma elmondta, a budapesti versenyre egy betegség miatt nem sikerült maximálisan felkészülnie, viszont a tavalyi formához képest a 7,5 kg-os erősödéssel és a végeredménnyel is elégedett. Nem annyira volt jó a felkészülés, meg ott már előtte pár napja nem volt étvegyem, lejjebb ment a súlyom egy pár kilót, és azért nem lett annyira jó. Amúgy nyomhatta volna egy kicsit többet, de azért meg vagyok elégedve, hogy így is lázosan is sikerült ilyen eredményt elérni. A bajnok diáklány hetente átlagosan 4-szer edz ahhoz, hogy eredményes legyen és elérje a céljait, bizonyítva ezzel önmagának és edző édesapjának.